Az előző leckében olyan programokat írtunk, amelyeket a felhasználó semmilyen módon nem tudott befolyásolni. Egy igazi program természetesen nem ilyen. A felhasználónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy beavatkozzon a program működésébe. Elsőként írjunk egy olyan programot, ami visszhangozza a felhasználó által begépelt szöveget. Hozzunk létre egy új projektet, Java kategóriában Java alkalmazást. A projekt neve legyen vízhang. Amikor az előző leckében megvizsgáltuk a Jevons Pain osztályt, akkor ott azt láthattuk, hogy vannak show input dialog nevű metódusok, amelyekről azt mondta a dokumentáció, hogy ezek segítségével lehet bekérni információt a felhasználótól. Ezek a metódusok egy string típusú szövegtípusú értéket adnak vissza, ezért hozzunk létre egy változót. Ilyen típussal nevezzük például S-nek. A show input dialog metódus visszatérési értékként adja vissza azt, amit a felhasználó begépelt, ezért a metódus hívása következőképpen történik. Amikor leütjük a pontot a Jevons Pain osztály után, akkor a NetBeans-től egy másik fajta listát kapunk, mint amit előző példákban láttunk. A program kiválogatja azokat a változókat és metódusokat, amelyek ezen a ponton használhatók, vagyis amelyek string típusú értéket adnak vissza. Válasszuk ezek közül a legegyszerűbbet, aminek nem kell más tennünk, mint egyetlen szöveget megadnunk, egy üzenetet megadnunk, amiben felszólítjuk a felhasználót arra, hogy írjon be nekünk valamilyen fajta információt. Kérem, adjon meg egy szöveget. Ezek után nem kell más tennünk, mint az S változó értékét kiírni a képernyője. Emlékszünk rá, hogy a System.out.println metódus hívásra tudjuk ezt megtenni. Mivel gyakran van szükségünk ennek a metódusnak kiadására, a NetBeans segít nekünk egy rövidítés segítségével, az S-out rövidítés leütésével, majd a tab billentyű legépelésével a program kiírja nekünk a System.out.println utasítást. Nem kell más tennünk, hogy megadnunk azt, hogy mit szeretnénk kiírni. A program felkínálta azt, idézőjelek között tetszőleges szöveget kiírjunk, mi ehelyett most az S változót szeretnénk kiíratni, ezért kijavítjuk az idézőjelet S-re, ezzel a programunk el is készült, próbáljuk ki. Először írjuk ki a már jól ismert Hello világ üzenetet. A program ezt visszhangozza is. Vagyis most elrajtottunk egy újabb Hello világ programot. Most abban lehetőségünk van arra, hogy például ugyanezt angol nyelven is megtehessük, vagy bármilyen más, akár hosszabb szöveget is kiírhassunk. Vajon mi történik akkor, hogyha semmit nem írunk? A párbeszéd ablakba. Ekkor válaszként is a semmit kapjuk. Mi történik akkor, hogyha néhány szó közt ütünk? Látszólag ugyanazt kapjuk, de ha most megvizsgáljuk alaposabban a konzol ablakot, például az egérrel meg kell vagyok kijelölni az itt lévő szöveget, láthatjuk, hogy bizony vannak szóközök, amiket igenis ki tudunk jelölni. Amikor nem írtunk be semmit, akkor erre nem volt lehetőségünk. Ekkor itt nincsen semmi, amit kijelölhetnénk, ez a sör most valóban ügyes, üres. Ez a különbség az üres string és a szóközöket tartalmazó string kiírása között. Vizsgálgassuk kicsit tovább a program működését. Mi történik akkor, ha mondjuk egy szöveg begépelése után
nem az enter billentyűt, illetve az OK gombot nyomjuk meg, hanem a cancel billentyűt, vagy az escape billentyűt ütjük rá. Ekkor a program furcsán reagál, a null szöveget írja ki számunkra a konzolra. Azt kell tudnunk erről az értékről, hogy egy speciális értéke a Java programoknak, amikor egy objektum típusú változó semmilyen értéket nem kap, akkor ezt a speciális null értéket, ezt a semmi értéket tartalmazza. Példánkban ez történt, amikor a showInput dialog metódus futása közben enter billentyű vagy OK gomb lenyomása helyett az escape, illetve a cancel gombot nyomtuk meg, akkor a metódus ezt a bizonyos semmit, ezt a null értéket adta vissza, így ezt kapta meg az S változó. Nem szép egy olyan program, amelyik ilyenfajta technikai információkkal bombázza a felhasználót, ezért jó lenne a programot úgy módosítani, hogy ilyenkor ne a null értéket írja ki a program, hanem például magyar nyelven válaszoljon, mondja azt, hogy a felhasználónak, hogy ez nem írt le semmit a kérésünkre. Következőben ezt fogjuk megpróbálni.